A hosszú és hideg tél után március második felét Tenerifén töltötte 29 magyar atléta. A küldöttség tagja volt három nyíregyházi diszkoszvető, Kerekes Dóra, Káplár János és Szikszai Róbert is. Utóbbi az edzőtáborozást megelőzően elindult a Dobó Európa Kupán, ahol 32 versenyző között 60 méter 49 cm-es eredménnyel a hatodik helyen végzett Kerekes László tanítványa. Nagyon elégedett vagyok, itt van 50-56 métereket dobáltam itt. Azért ott kint egy 20-25 fokkal melegebb volt, nyilván ötödikre sikerült ezt a 60 métert megdobnom. Meglepődtünk rá, de örülünk neki. 60 méter alatt nem szeretnék majd én dobni. Egy jó átlagot szeretnék hozni, egy ilyen 62 méter fölötti átlagot, abból esetleg egy 65 méteres dobás kísérlet, és az lenne a VB szint. Kerekes László edző szerint a világbajnoki reményeket tekintve nagyon biztató az év első versenyén elért 60 méter fölötti eredmény. Ez két dologból is nagyon jónak számít, hiszen mondtam, hogy nem tudtunk felkészülni igazából az időjárási körülmények miatt, és tehát ilyenkorán még soha nem kezdett. Ekkorával, tehát 60 méter felett dobni, és olyan dobó atlétákat vert meg, akik 67-68 méteres egyén csúcson rendelkeznek, tehát azt jelenti, hogy jó állapotban van. Káplár János annak örült, hogy be tudták pótolni azt a munkát, amit az év első két hónapjában az időjárás miatt nem tudtak elvégezni. Sütött a nap, elég meleg volt, dobáshoz pont ideális volt, és sikerült elintézni azokat a dobási munkákat, amiket úgy előre egy hónappal kimaradtak. Ugye szerintem most ott tartunk, ahol kell tartanunk. Kerekes Dóra számára a nyári univerziádé lesz az év fő versenye, amelyre a lehető legjobban szeretne felkészülni a nyíregyházi atléta. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, még technikai csiszolásokat azt végre kell hajtani, de remélem, hogy jó lesz ez a szezon. A három diszkoszvető legközelebb április 22-én a Szentesi dobóversenyen áll rajthoz, majd egy héttel később a szombathelyi nemzetközi versenyen tesztelheti formájukat Kerekes László tanítványai.